kisfiunkkal kapcsolatosan szeretnék kérdezni, hogy elég sokszor húzogatja a potmétert nálunk, mint a férjemnél is, meg nálam is, és nem nagyon van eszközünk. De Dehogy nincs. Van? Van, ki kell fárasztani. Ó, hát az egy előtt Tehát Tedbe hatalmas nagy térbe, rengeteg élmény, rengeteg tapasztalat, rengeteg cselekvés. Általában, ugye, ha a gyerekeket megnézed, a kilogram per lóerő arány nekik dolgozik. Sokkal hamarabb kifárasztja a felnőttet, mint viszont. Igen. Régen volt egy ilyen amerikai kísérlet, ilyen űrhajós jelöltek, egy nagy játszóteret kaptak, ahol pontosan olyan kis mászókák, szerszámok, csúszdák és egyebek voltak, mint a gyermekeknél gyermek méretben, és mindegyik űrhajós jelölt kapott egy gyermekpárt, és ugyanazt kellett csinálnia, mint a gyermekeknek. Meddig bírták? Egy és másfél óra közt, és utána vége volt. Úgyhogy már azért ki voltak ám ők képezve mindenre is. És a gyerekek letarolták őket ebben a mozgékonyságban, meg egyébben. Tehát ők a frissek, az idő nekik dolgozik, tehát több erejük van, de zéró tapasztalatuk ahhoz képest, hogy egy felnőtt mit látott már magából, meg az életből, és így a gyerekből is. Tehát tapasztaltasd, ne te óhajtsd megoldani az egészet. Tehát az van, hogyha kellő mértékben a kíváncsisága, a tetvágya, a tapasztalása kielégült, akkor aznap ő e fáradt, megelégedett, stb. stb., stb. ha nem, megpróbálja leuralni a szülőket. Bizony elég sokat vagyunk kint, tehát délelőtt is jó pár órát, alvás, délután is, erdőbe, nagy kertbe, tehát nagy kertünk van. Az lehet, de kap elég feladatot? Kap, és mindenbe be is segít. Nem is a mozgás... Segítsen még többet? Segítsen a szomszédnak is. hanem inkább arra gondolok, hogy amikor vannak ezek a dükitörései, <SZ> akkor tehát ott eszköztelenek vagyunk. Felgyűllemlett energia. Meg kell kérdezni, hogy fiam, most akkor te mire vagy dühös? Mindened megvan? Szeretünk? Mire vagy dühös? Mondd el. Akkor is szeretlek, ha dühös vagy. Ez fontos. De ha nem mondod el, megint lesz, és ez neked se jó. Érzed ezt az égető érzést a melkasodban? Na, ez a dű. Kell ez? Gyerek azt fogja mondani, hogy nem. Egy idő után nem. Miért? Ha neki rossz, akkor neked is rossz. Vissza lehet fordítani. Ha te nem érzed, én érzem. Tehát a dű az pusztító, romboló. Ugye nem akarsz pusztítani, mi szeretünk téged, ugye ezt nem akarod elpusztítani. Tehát egyszerű és világos párbeszéddel. Ugye előző beszélgetésünkből tudom, hogy kb. három éves, a kis örök mozgó, ugye? Igen. És ilyenkor már azért nagyon beszélnek, és nagyon futkároznak, és a kis gyermek intellektus, ez mint a rakéta ugye nyílik kifelé ilyenkor semmi más dolgod nincs, mint hogy elég energiát adj neki, és elég odafigyelést, ez az információ számára. Nulla vagy egy, anyu, apu figyel rám, vagy nem figyel rám. Ha figyel rám, és összpontosít rám, akkor szeret. Ha nem figyel rám, nincs jelen, nem összpontosít rám, el vagyok veszve. És akkor dühöngök, meg egyebek. Tehát, ha kell, okozatiság egyszerű láttatása. A felgyülemlet, csomósodó energia általában dű, a túlrepülő, nagyon kiterjedt energia általában vágy. És hogy éppen akkor, mire dühös, azt ki kell bányászni belőle, mert minél fiatalabb, annál könnyebben kijön. Siker, elérés, tapasztalás, a személyiség helyes felépítése, ez ott, ott zajlik ebben a kohúban, mint család. Úgyhogy ha nem tudja levezetni az energiáit, ha nem tud megfelelő módon jutalmat kapni, vagy egyebek, ezt nem feltételezem, hogy ez probléma lenne, akkor az a primér probléma. De lássátok azt is, amit az előbb mondtam, az előző kérdésre, hogy ő magával hozott olyan karmát, amelyért ti másodlagosan vagytok felelősek, tehát nem ti teremtettétek benne, de ő hozzátok hozta. Hogy ti boldoguljatok ezzel. Hogy ti mutassátok meg a helyes utat. Én már azon is gondolkoztam, hogy az, amit rajta látok ilyenkor, bennem is szokott ez zajlani. Tehát, hogy igazából végignézem azt a mozit, ami belül, bennem is zajlik, csak hát nyilván én már nem vágom a játékaimat a földhöz, de lehet, hogy egyébként megtenném, hogyha lennének játékaim. Tehát, hogy, hogy a bennem lévő érzelemvilágot leképezi, ami nyilván csúsztatással van, tehát nem biztos, hogy én akkor érzem úgy magam, hanem két nappal az előtt A maradványkarmát apa <laughs> és anya részéről a gyermek tűpontosan megjeleníti. Tűpontosan. És amikor ebbe a tükörbe belenézel, akkor így néha így elsírod, hogy ó, édes kicsi buthám, csak kicsit lassabb, nem bírom, egyébként bírni fogom, csak kicsit lassabban mutassad, amit bent van, mert most már sok. Uh -huh. Jó? Tehát alapegyenlet, ha magadban megoldod, akkor benne is megoldod. Uh -huh. Tehát olyan fúzió van, olyan lélekkapcsolat van, hogy ha magadban ezt mondjuk egy mantra praxissal, vagy feltáró gyakorlattal megoldod, akkor előbb-utóbb benne is megoldottad. Tehát a gyakorlók számára van egy belső kis budha. Uh -huh. És hogyha gyakorolsz, akkor ezt a budhát eteted, itatod, fürösztöd, uh -huh. tisztítod, stb. stb. Uh -huh. Ha külső kis budhád van, akkor őt füröztöd, tisztítod, eteted, itatod, és ugyanúgy tükröz. És ha már odáig eljutottál, hogy a gyerek tükröz, akkor ez az oda-vissza látás előbb-utóbb megvalósul. Nem lehet elég korán elkezdeni, hogy a gyerek lásson, és ne csak a szemével, a lelkével is lásson. Hát fantasztikus eredmények vannak itt, amikor mondjuk amik mind a két szülő gyakorol, leegyszerűsödik, letisztul az egész nevelési folyamat. Legelső, a szülő megszűnik áldozatnak lenni, hogy Úristen mit csinált velem a gyerekem. <sítható> Ez az első. Mi hoztuk a világra, mm. apa, anya, és onnantól kezdve hozzánk tartozik. Mm. Ő neki van a legszorosabb karmája velünk, mert hozzánk született. És akkor innentől kezdve egy teljesen egészséges felelősségvállalás van, és nem pedig az, hogy ó, oh, adja, úristen, hogy történhetett ilyen pillanatokban elgondolod ám. Vagy a másik, hogy jaj, de kis cukorgombóc. Ah, hát ilyen tökéletes, fantasztikus, a legjobb a világon. Igen, ezek a leggyönyörűbb pillanatok. És persze mind a kettő lehetséges, a nagyon rossz és a nagyon jó. De hogyha te gyakorolsz, az előbb-utóbb középre jön, és minél inkább úgy látod a gyereket, ahogy van, annál kevésbé fog rendetlenkedni, mert rend van benned. Ha benned rend van, előbb-utóbb a gyerekben is rend lesz. És Ez ezért kell magadban, jó. magatokban a gyakorlat által rendet tenni, és akkor gyerekben is az lesz. Hogy hány év alatt, azt ne kérdezz. Ez nem Bianco Zencek, és te írod alá, nem én, nem más. De ha nem gyakorolsz, akkor rosszabb. De onnan lehet észrevenni, hogy ez hogy működik. De csak annyi, hogy gyakorló házas pároknál, ahol mondjuk több gyerek van, hogy az első milyen karmát reprezentál a szülők felé, a második vagy a harmadik. Hát elképesztően érdekes, hogy te milyen tudatállapotban, milyen karmával hozol le egy lelket, és adsz neki testet, teret, időt, szeretetet, gondoskodást és a gyerek pontosan letükrözi. Na, ha azon te dolgozol belül, és neveled szigorú szeretettel vagy szeretetteli szigorúsággal a gyereket, akkor az egy nagyon szép folyamat tud lenni. De nem idealizálunk. hát ezen a földön ilyen nagyon tökéletes az nincs. De menthetetlen sincs. Jó? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Hát egyszer hozzátok el azt a kis vasgyúrót ide. A családi ház az a családi karmát viszi a térben. Uh -huh. Ez más. Uh -huh. Tehát itt azért tudnék mesélni arra, hogy gyerekek hogyan viselkednek mondjuk éneklés alatt. Az a szabály, hogy az oltáron, meg a lebontáson kívül bármi oké. Tehát nem megy oda az oltárhoz és lecsúroszhat, és ne bontsa le a termet. Egyébként oda megy, ahhoz, ahogy akar. Uh -huh. És az alaptapasztalat az, hogy az ezer szem is kész útra felére kb. ez a kis ritmus elkezdi vágni a karmát belül, elkezdi megnyugtatni őket, elkezd vagy, tehát vagy azon, hogy kimegy, mert ez neki sok, olyan is van, és van olyan, hogy elkezd oda bújni valaki, ez ne lepődj meg, hogyha azért nem te leszel, hanem az, akit most éppen fölfedezett, aki abban a pillanatban a szeretet maximumot is túlnyúlta, és akkor a gyerek oda megy, és oda bújik, és, és teljesen el tud lenni volt egy uh, három éves tanítványom, apuka, anyuka együtt, ugye bejöttek a darmaterembe, és a legnagyobb megdöbbenésemre odajött a matracom mellé, és leborult velem együtt, és így oldalra, ez egy látom-e. Érted? És láttam, láttam, és visszamosztjogtam, és az egészet végigcsinálta velem úgy, mintha a kis árnyékom lett volna. Képzeld el? És ez úgy indult, hogy az ezer szemnél itt mászkált jobbra-balra, három, három és négy között volt, és lány. Gyönyörű. Egy olyan kérdésem lenne, hogy hogy lehet választ kapni arra, hogyha kapunk egy feladatot, és nem tudjuk megugrani, az azért jött, hogy fejlődjünk, vagy azért, mert nem a mi útunk, és valami rossz irányba megyünk? Nagyon jó kérdés. Nézd meg, hogy mi vár az akadály túloldalán. Ha megoldod a feladatot, kivé válsz ha nem oldod meg, kivé maradsz. Nagyon sokan azt hiszük, hogy ezek a feladatok annyira egyediek és annyira csak a miénk, hát nem. Mint emberek nagyon hasonló akadályokkal, feladatokkal és tesztekkel nézünk szembe, nézd meg, hogy más valaki megoldotta, mi lett belőle. Mit ért el? mitől maradt távol. Tehát nézd meg az objektív részét, mit érsz el ezáltal, nézd meg a szubjektív részét, kivé válsz ezáltal. Ez úgy ki fogja rajzolni, hogy nagyon. Ebbe bevonhatom az én saját értékrendemet is? Tehát... Csak azt vont be. Tehát lehet, hogy jó az, amivé válnék, vagy a mostani énem azt mondja, hogy igen, én is olyan szeretnék lenni, de hátul meg van egy értékrend, ami meg... Nem lehet nem bevonni, csak az értékrendedet tedd az okozatiság tükre elé. Van, amikor olyan értékeink vannak, amelyek szenvedést okoznak, tehát sajnos beégtek korábbi minták, ragaszkodások és azonosulások, és például az áldozati bárány szenvedése a számomra érték, mert valamikor azt tanultam. Rájövök, hogy az egoitás lebontása nem egyenlő azzal, hogy mások prédájává válok, és akkor az értékrendem átalakul az okozatiság tükrében. De anélkül, hogy a saját személyes értékrendedet benne vond ebbe a folyamatba, úgy nem lehet eredményt elérni. Akkor megosztod a személyiséget, és ez nem jó. Egy másik kérdés. Egy nagyon segítő jelen vagyok, viszont olyan munkaköröm van. Néha túlságosan is. Ennyire látszik? Aha. Viszont olyan munkaköröm van, ahol nem biztos, hogy ez a legfőbb érték. A munkakör még ugyan, de a főnök az nem. Ezt most nem értem, de. Mondom egy kicsit emberibb nyelven. A munkakör még nem lenne probléma ahhoz, hogy ezt a segítő készséget te helyesen fejtsd ki. Az emberi oldalal van probléma. Tehát főnök, kollégák, ez a visszacsatolás, ez néha nem jó. Tőlük kapok rendesen. Pontosan. De nem azt, amire tényleg szükséged lenne, vagy akár az igazsággal mindig összhangban lenne, de kapsz rendesen. Ugye? Na hát akkor. Mi akkor, a kérdés? Akkor nem ott a helyem. Miért Akkor nem ott a helyem. Mm -mm. Nem, így van. Mivé válsz akkor, hogyha megerősödsz és ott maradsz, és mivé válsz akkor, hogyha feladod és eljössz? Ezt tedd mérlegre. És gondolod, hogy ez nekem nem volt mérlegen a kóriai hat év alatt nagyon-nagyon sokszor? És minden ilyennél látni kell az irányt. Helyes az irány? Helyes az erő kifejtés? Azzá válok, aki szeretnék lenni? Akkor nem érdekes, hogy nehéz? Akkor csinálom. És előbb-utóbb te leszel az erősebb, mert nem mozdultál, mert nem követted mások véleményét, mert nem vetted magadra mások minősítését, hanem tisztán láttál, helyesen döntöttél, és mentél tovább az utadon. És hogyha már nem tudok azonosulni azzal, amit ők nyújtanak? Akkor csinálod jól? Nehogy azonosulj vele. Az nem szóval jó, hogyha elszigetelődsz. Tehát magányosan ezt nem lehet csinálni. Az jó, hogyha vannak útitársaid. És ez nem lázadást vagy frakciózást jelent. Tudsz-e benne hinni? Látod-e az irányt és az eredményt? És akkor az erő megjelenik, az energia ott lesz. Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Az én kérdésem az, hogy helyes-e, vagyis inkább reális-e? Itt a földi síkon emberként a szenvedés nélküli életre való törekvés. Nem. Nem reális. Aztán a másik kérdésem, hogy mások segítése a szenvedéstől való megszabadulásra, vagy segíteni, megtanítani ezzel a szenvedéssel bánni, élni, megoldani. Ez reális. Köszönöm. Szívesen. A szenvedélybetegségekről szeretnék kérdezni a családunkban Hát nagyon sok a szenvedélybeteg, én is az voltam, most már nem vagyok, régóta. És hogy hogy alakul ez ki, igazából? Hamis azonosulás. Tehát ez itt kezdődik. Azonosulok egy téves nézettel, azonosulok egy traumával, belső vagy külső forrásból egy vakfolt alakul ki a tükrön, és azt a vakfoltot elkezdem energiával ellátni, és azt gondolom, hogy ezáltal az letisztul. Hát rengeteg olyan ember választja mondjuk az italt, vagy a kábítószert, két alap probléma most Magyarországon, akik nem tudnak egy érzelmi traumát feloldani, és még rápakolnak, még több energiát tesznek bele, még több trauma lesz. Ahogy egyre inkább takarom el a problémát, az egyre inkább a tudattalamban erősebb lesz. Minél erősebb a fal, annál mélyebbre megy, annál jobban kifejti a hatását. Ilyenkor a látás bátorsága az, ami ezt a vakfoltot le tudja pattintani a tükörről. Az, hogy ki milyen messze van ettől, az a szenvedélybetegség előre haladtától függ. Ismerett talán a fordított harangörbét, 12 lépéses terápiának az alapmodellje, és van, aki a külvilág számára még megszólítható, van, aki pedig már szinte menthetetlen, attól függ, hogy hol áll a lefelé menő ágban. Sokféle tagolása van ennek a harangörbének. A legtöbbnél azt láttam, hogy alul a legalsó ponton van egy kérdőjel, ami az utolsó pohár. Vagy az utolsó szúrás, az utolsó széppontás. Ha azt beveszi, megteszi, megissza, akkor meghal. Mert a fizikum nem bírja tovább. De valahol nagyon mélyen a lélek elképesztően élni akar, és ez az élet megállítja. És maga se tudja, hogy mitől, de szépen elindul fölfelé, azt mondja, hogy elég volt. Ez a kulcs szó, hogy hol az elég. Na, ezt lehet a szenvedélybetegnek föltenni, mint kérdést. Hogy mennyi elég? A szenvedésből, az italból, a kábítószerből mennyi az elég? Mert ha nem tudod, hogy hol az elég, meg fogsz halni, és a legtöbbjét nem is érdekli, hogy meghal bele. És akkor az a kérdés, hogy hány embert szeretne ezzel szenvedtetni. Hol az elég? Mert szenvedtetsz már engem, a családtagjainkat, az orvosokat, a nővéreket, az utcán elmenő embert, amikor összerojsz, a detoxban dolgozókat. Hány embert akarsz ezzel szenvedetni? Hol az elég? És hogyha megvan az elég, akkor kezd el kifele jönni, és másfele fordítani a fókuszt? Addig nem. És a tisztánlátástól való félelem, a szisztematikus gondolkodástól való menekülés, a kreatív cselekedettől való tartózkodás, vagy nem belemenés, ez mind-mind táplálja azt, hogy rövidre zárom a folyamatot, és valamilyen szertől várom az érzelmeim rendbe tételét, vagy valami örömérzést. Úgyhogy a hol az elég, az ha működik, akkor elkezdi kifelé hozni, ha nem, akkor még mélyebbre kell menni, és megkérdezni, hogy mit akarsz. És az úgy lesz, ahogy te akarod. Tehát, hogyha halára akarod inni magad, akkor az úgy lesz. Hogyha ki akarsz józanodni, akkor az is úgy lesz. És ez a felszínen is, és a mélyén is egy óriási kockázatvállalás, de nem lehet enélkül visszaadni azt az autonómiát, amit ő folyamatosan dob el magától. Mindig, ha megnézed, a szenvedélybetegek állandóan másra hivatkoznak. Tehát a kényszerű projekció, a panaszkodás, másra mutogatás az azért van, hogy ne bennük legyen az oka, hogy mindent hárítsanak. És innentől kezdve, hogy ezt föl kell vállalni, ezt a döntést, már nem háríthat tovább. Legalábbis nem annyira, mint az előtt. Ha ő azt akarja, hogy ebbe belehajjon, akkor az az ő döntése is úgy lesz, mert az akarata ellenére senki nem tudja és nem is fogja megmenteni. Nem lehet. Ha valamilyen Kényszer által ki is hoznák, a következő napon visszamenne bele, mert a belső hajtóerő nem változott meg. Hát ezek a többszörösen visszaesők. Az elvonóból kijövők, visszaesők, és amíg a szervezet bírja, addig ezt csinálják. Úgyhogy kérdezni kell, mert a kérdés kinyitja a tudatot, arra kell vezetni, hogy az autonómiája visszajöjjön, és elfogadni azt a döntést, hogyha. Ő ezt folytatja, és meghal bele, akkor ez így lesz. De nem vihet magával senkit a sírba. És ekkor kezd el fölébredni, igen, te úgy döntöttél, hogy halára iszod magad, de én nem megyek veled oda. Akkor te ott egyedül leszel. És hogyha te nem szeretnél élni, akkor mi itt maradunk az életben, te pedig átmész egy olyan helyre, ahol mi nem vagyunk ezeket ők nem veszik figyelembe, és nem tudják. Azt hiszik, hogy ez az egész környezet, amelynek az energiáját elveszik, ugye, mert figyelni kell rájuk, gondozni kell őket, vinni kell őket ide oda oda hogy ez a környezet majd ott is így lesz. Nem érdekel engem. Hát majd csak lesz valahogy. Majd csak koldulok egy kis szeretetet, vagy nyitogatom a sebeimet, hogy figyeljetek rám, mert köben alkohollal fogom leönteni. Úgyhogy mindez ott nem lesz. És, és hogy... innentől kezdve a kiózanodás legalább mentálisan következzen be, aztán majd, amit a szokásai és a belátása egyszerre diktál. Majd az. És hogyha az a válasz, hogy nincsen semmi kényszerítő dolog kívülről, mert egyébként egészséges, meg jól van, meg. most ez nem az én válaszom, akkor nem egészséges, és nincs jó, hogyha szenvedélybeteg. Ez... Nyilván. Hát az örkény István perces hogy jó napon, jó napon. Hogy van? Jól, és maga én is jól. És ez ezek itt még, jó, ezek a beleim. Tehát nincs jó, hogyha naponta berúg. Nincs jó, hogyha állandóan be van tétve. Nincs jól. Mm -hmm. És hogyha kívülről tényleg jól van, és mégis szenvedélybeteg, amit mm -hmm. eléggé lehetetlen akkor azonnal fordítod az optikát, és azt mondod, de akkor én nem vagyok jó. Ha azt látom, hogy mit csinálsz magaddal, én nem vagyok jó, mert én szeretlek. Én azt szeretném, hogy te szabad légy. Én azt szeretném, hogy te nem függenél ettől és ettől. Te azt mondod, hogy jól vagy, én nem vagyok jó, mert tudom, hogy így szép lassan meg fogod gyilkolni magadat, és viszed magaddal érzelmileg azokat, akik szeretnek téged. Tehát nem vagy jó, mert én sem vagyok jó. Értem. Okay. Köszönöm szépen. Szívese. Azt szeretném kérdezni, hogy a zen buddhizmus tanait hány éves kortól lehet átadni a gyermekeknek, és milyen formában? A példamutatáson kívül természetesen. Mit csinál egy gyermek? Fejlődik. Tapasztal és kialakítja azt a kérget, ami az én kérge. Mit szeret, mit nem szeret. Ezt ugye nagyon korán elkezdi, még akkor, amikor beszélni se tud, de már látszik, hogy mit szeret és mit nem szeret. A zen buddhizmust ne tegyük bele ebbe a hintába. Tehát az a jó, hogyha magát a tant felnőtten, vagy azt mondjuk, közép közép tinédzserkor környékén kezdi el így tapasztalni, a legfontosabb az, hogy ne építsen fel elhárító mechanizmust felé. Tehát ha a zen szellemiségét el akarom mondani, az a játék a gyerek számára, hogy helyes játék, helyes tevékenység, helyes együttlét a szülőkkel, rokonsággal, stb., ahol a tiszta tudatát azt segítjük. Minél jobban tapasztaljon, minél tisztában lásson, minél helyesebben viszonyuljon, de a tan közvetlen, rendszerszerű, módszeres kifejtését egész addig nem kell megkezdeni, amíg bele nem kérdez. És ha a szülők gyakorolnak, bele fog kérdezni. Ha a szülők csak gondolkodnak, azt meg fogja támadni. A gondolkodásban mindig részt akar találni, vagy az érzelmi részben. De a cselekedet az ott van. Tehát ezért a gyerek cselekvéstre készteti a szülőket. De olyan center kell hozzájuk, hogy az olyan hihetetlen. És akkor tudod azt megcsinálni, hogy amikor kell cseleksz, amikor nem, akkor nem. De ne tegyük bele úgy a tananyagba, családilag, hogy a gyerek azt mondja, hogy hát akkor én most fellázadok. És a lázadásom első tárgya egyébként a darma lesz, mert anyu meg apu tanította. És akkor ezt így le lehet húzni a wc Akkor jelenjen meg, amikor ez már kellő nyitottságra talál. Tehát miért jó a kérdésre válaszolni? Mert ha te fölteszed a kérdést, akkor valószínűleg a választ is akarod hallani. Tehát amit mondok neked válaszul, az bemegy amit így nagy általánosságokban kijelentek, az így a koronacsakrát fölött 12 000 méterrel így elhúzott a derült tiszta égben, és nem szállt le rád. Ha a gyerek már kérdez, mert a szülő vagy szülőpár gyakorol, akkor éret rá. És akkor kell neki annyit mondani, amennyi a kérdése megválaszolásához kell. Ha ezt jól csinálod, a gyerek cseppenként magába szípantja az egészet úgy, hogy észre se veszi. És akkor az az övé lesz. De mondjuk olyan ö, családokban, ahol a szülők ö, nem gyakorolnak, ö, viszont... Ott, ö, ott, ne is mond végig a kérdést, ott esélyt. Egy zen mesekönyv sem segíthet, ne. hogy... A zen mese, mese, mese mátka, stb. Hát lehet olvasgatni, lehet mesélni, egy csomó minden, de most a zenről, mint gyakorlatról, vagy valami mélyebb dologról van szó. Ha nem csinálják a szülők, akkor a gyerek se fogja. Az milyen érdekes, hogy, mond valamit a szülő vagy a szülőpár, de a gyerek a valós karmára, a jelenlétre és a cselekedetre reagál. Az, hogy mit mond a szülő, az nagyon-nagyon távoli másodlagos dolog. Köszönöm. Szívesen. Én a szeretetről szeretnék kérdezni. Nem olyan régen ért egy ilyen szeretettel kapcsolatos csalódás, és azóta, igazából azóta ismerkedem a zennel. Beszéljünk a csalódásról, az könnyebb. <laughs> Igen. Mondjad. Igazából egy párkapcsolati szeretett kapcsolatnak lett vége, és azt, az a gyakorlatom, hogy a szeretetemet kellene megszüntetnem. Mm -mm. Nem. Ha megszüntetsz egy kapcsolatot, akkor az többet nem áll fönt. A szeretetet, azt ne szüntess meg. És pont ez a problémám, hogy a zennel kapcsolatban, tiszta tükör, tiszta tér elvet próbálom gyakorolni. Az nem elv akkor ha elvet csinálsz bele, akkor mindennek vége. Akkor gyakorolni. Ha a tiszta tükör, tiszta tér tudathoz, mint elv ragaszkodsz, akkor nagyon hamar ilyen tükörrobot leszel, és az borzasztó. És az lettem. Azért még látok esélyt, <laughs> hogy valami más is legyél. Remélem, de igen, tehát, hogy pont azt vettem észre, hogy a, a szeretetem elmúlik, de mindenkivel szembe. Mennyi energiát teszem bele? Sokat. Már mibe? Hát a szeretetbe. Ja. Én a, én a szeretet, ugye az előző kapcsolatnak az el, tehát elszeretetlenítésébe teszek sok energiát. És ez jól esik neked? Lehet, hogy igen. Érdekes lény vagy. Folytasd. Uh -huh. Hát én még azokra a kapcsolataimra is szeretettel gondolok, amik már rég véget értek, és a másik fél engem már biztos, hogy nem szeret de én lehet, hogy egy kicsit fordítva vagyok húzalozva, nekem az esik jól, hogyha még távolról is, és a múltban is egyfajta ilyen kis derengő szeretet maradványjal, egy kis ilyen kisugárzással tudok rájuk gondolni. Én úgy érzem, hogy ez úgy engem egészségesé tesz. Nem ne lehet, hogy rosszul gondolom. Tehát, hogyha te lecseréled a kapcsolatot, fogalmazunk így, akkor azt nem a szeretet szabásával, varrásával tett, hanem az, hogy ő bele már több energiát nem teszek, úgy látom, hogy sem ő sem én nem vagyunk alkalmasak erre, kiürítem a szeretet terét, és valaki más majd odajön. Ez sokkal jobb gondolat, mint az, hogy ez az alapvető emberi érzést, amely mondjuk szerintem az egyetlen érvényes kapcsolat emberi lélek és lélek között, és ezt te megpróbálnád itt szabni, varni, meg egyebek. Az, hogy ezt számodra kiérdemli ki, na azt nyugodtan válogasd meg. Na magát az érzést, magát ezt a kisugárzást, illetve annak a befogadását, nem inném, hogy hosszú távon enélkül tudnánk élni. Vagy érdemes lenne, még ha megtanulnánk, akkor is. Jó? Nyugodtan köszönöm. csalódjál, de szeretni ne szűnj meg. Azt előbb-utóbb jól csinálod majd. Jó? Jó, köszönöm. Szívesen. Nos, a kérdésem annyi lenne, hogy miként lehet egy kiégett talán undorral levő állapotból egy motivációval teli, energiával teli, kreatív, művészi tevékenységet ismét felvirágoztatni, ami annó megvolt. Ejtőernyős ugrás. Pontosabban. Megfelelő honlapon regisztrálsz, kimész, biztonsági oktatással és egyéb készségfejlesztőn részt veszel, és utána ejtőernyős ugrást hajtasz végre oktató vagy oktatók segítségével. Ha kengurut választod, akkor egy oktató van, hogyha rögtön szabad és akkor kettő. Az ejtőernyős ugrás azért jó, mert hirtelen kinyitja azt a lehetőséget, hogy mi van, ha nem nyílik ki. És ez csak azután gondold el, hogy te sikeresen földet értél, hogyha jó az oktató, akkor ez 99 99,9999%-os valószínűségű, és ki kell zökkenned abból az elképesztően keskeny komfortzónából, amelyben általában mi benne vagyunk és topzódunk. És hogy Egy kis extrém tapasztalás ez kéne, az nagyon sokat segít. De jó pár volt az elmúlt évben. Nem és... volt elég. Hát, a jövőre nézve ez elég. elég nem azt mondom, bajos hogy lehet. mindig ezt kell csinálni. Utána, hogyha ez az extrém tapasztalás a szuper adrenalin és egyéb meg volt, akkor tessék bejönni ebbe az enterembe, és mozdulatlanul ülni nagyon sokáig. Az pedig a másik szélsőség. A szuper nem mozdulás. Az az érzékszervi, a karmikus az élmény szintjén, és az egyéválás a karma meghaladása, az élmény hiánya a teljes jelenlét és tárgyatlan tudat szintjén. Mind a kettőre szükség van. Köszönöm. Szívesen. Én arra vagyok kíváncsi, hogy vannak döntések, amelyek a következtében az érzelem, annak amplitudója minimálisra csökken, vagy eltűnik, és vannak olyan döntések, amelyeknek nincs meg ez a következménye. Bizony. És mi a kettő, vagy mi, miért? Van különböznek? egy hatalmas különbség a kettő között. Az egyik esetében az érzelmek nagyjából eltűnnek, és az amplitudójuk a minimálisra csökken. A másik esetében ez nincs így. Hogy tudom elérni, hogy amelyiknek nincs így, azzá váljon? Úgyhogy pontosan azt csinálod, amiben hiszel. Köszönöm. Szívesen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Meditáció gyakorlattal kapcsolatban lenne kérdésem. Istennek legyen hála. Szóval a mai nap folyamán legnagyobb gyakorisággal így beálmosodott a tudatom. Egyszer-egyszer sikerült kizökkenni belőle. Én mindenfél évvel próbálkoztam, de inkább már csak azon kaptam magam, hogy ő már megint. Elpropi. Igazi zenszerzetesnő lettél. <laughs> Húsz év gyakorlat, és látod, hogy és... <laughs> a... De az annak kérdésem, hogy hogy azt vettem észre, hogy nem nagyon használt a küzdelmem az álmosság ellen. Tehát néha spontán éber lettem, de amikor mindenféle módszert... tudsz -e almasztok... nyitott szemmel aludni? Nem. Helyes. Tartsd nyitva a szemedet meditáció alatt. Legalább félig emelt fel a szempillantásodat, 45 fok. És hogyha így húzna az ólom lefele, akkor még följebb. És nem egy pontra koncentrálsz, hanem térre koncentrálsz. És előbb-utóbb a csí elkezd itt maradni a tantienben, ha lecsukod a szemed, vagy nagyon leengeded a szempillantást, akkor egyszer csak ide följön homlokba, és a homlok lebenyben az összes biztosítékot kiveri. Édes az álom. Tehát ha Aztán. nagyon lent van a tekintet? Igen. Vagy lecsukod, vagy nagyon lent van. Ez olyan, mint egy ilyen éberség Nagyon fönt van, akkor aktivitás van és egyebek. Nagyon lent van, az aktivitás le van szabályozva. Na most a tiszta, tükörszerű, térszerű tudat az úgy érhető el, hogy az elme dualisztikus tevékenységét felfüggesztjük, mind a fogalomalkotás, mind a megkülönböztetés, mind az emlékezés szintjén, ahogy ezt ma reggel hallottátok, de a jelenlétet és a tiszta ébességet megtartjuk. Ez az ember számára nem egy egyértelmű és hétköznapi tapasztalás, mert a tudatunk akkor szokott itt lenni, hogyha valamilyen tárgyhoz vagy érzethez köthető. Ez a tárgyas tudat. Ezért szeretünk fúrni, faragni, sportolni, érinteni, enni, aludni, inni, és ha mindez nem megy, akkor álmodni. És innentől kezdve dolgod van. Dolgunk van. Tehát kiüríteni úgy a tudatot, hogy az igaz természete megmutatkozzon, és végre meg tudjuk különböztetni a szobát a bútortól. Nem mindegy. A tudat tárgya mulandó. Az eredeti tudat nem múlandó. A karma feltételhez kötött. Ami látja a karmát, az nem feltételhez kötött. Sorolhatnám ezeket a gyönyörű megkülönböztetéseket, olvasd el, még több van belőle. De hogyha ezt a tárgyatlan, tiszta, térszerű tudatot ebben a pillanatban nem tapasztaljuk, úgyhogy a lélek a testben van, és maximális testtudatossággal és lélektudatossággal vagyunk itt, akkor nem értük el emberi teljességünk maximumát. Pedig ez mindenkinek a lehetőségei közé tartozik, és ettől lesz egy idő után elég. Teljesen természetesen akkor lesz elég, amikor a elégnek kell lennie. Tehát nyugodj meg, majd attól megnyugszol. Egyéb kérdés? Itt melletted? Azt szeretném kérdezni a meditációs gyakorlatokkal kapcsolatban, hogy az normális-e, vagy szóval Már Kérdés? Nem. Tudom. Hogyha meditációban elérjük a mozdulatlanságot, és egyszer csak jön föl egy ilyen fényes, ködöszerű, milyen pára, vagy van? nem tudom, azzal foglalkozzunk, ez mit jelent? Az vagy a pára Hagyjuk, pára jön hogy és majd... megy? Nem. Nem jön és nem megy? Ha elérek egy mozdulatlanságot, egy stabil mozdulatlanságot, akkor az megmarad. Akkor az megmarad? De ha megmozdulsz, akkor eltűnik? Igen. Tehát van olyan, hogy ő feltételhez kötött, mondjuk a mozdulatlansághoz kötött, mint feltétel. Mert csak akkor jelenik meg, és addig marad, amíg te mozdulatlan vagy, így. Igen. Van? Akkor nem ezt keressük. Nem, de hogy ezt hagyjam, majd ez elmúlik, vagy? Ez elmúlik. De ez nem rossz, nem jó, nem és, rossz, mi és, és nem jó. Mi ez? Ez a múlandó pára. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Nekem is a gyakorlattal kapcsolatban lenne kérdésem, kettő is, ha lehetséges. Az egyik az az, hogy milyen sűrűséggel ajánlod azt, hogy itt megjelenjünk? Én két hónappal ezelőtt voltam itt először, akkor kezdtem el a gyakorlatot, és igyekszem otthon rendszeresen, hát napi szinten kétszer vagy egyszer csinálni. És itt voltam két héttel ezelőtt, és most, most is itt vagyok, és azt érzem, hogy tehát van egy ilyen sürgető igény, hogy jöjjek, mert azt érzem, hogy itt sokkal egyszerűbb, tehát hogy sokkal, sokkal könnyebb tényleg, tényleg belemenni ebbe a történetbe. Semmi nem mondja az ember figyelmét, csak hogy nem okoz-e tehát ugye ez a gyakorlat elén nem kellene inkább otthon rendszeresen hosszabb ideig ezt gyakorolni, és időnként itt megjelenni. Tehát nem akarok egyfajta, egyfajta függésnek kitenni magam, hogy csak az itt töltött létet érzem, vagy az itt töltött időt érzem hasznosnak, vagy hasznosabbnak az otthon, otthon gyakorlással. Az szemmel. milyen, amikor ettől az intelligens gondolkodástól függsz, az milyen érzés? Na, ezért kell gyakrabban jönni ide hogy ne függj az intelligens gondolkodásodtól és ettől a tengernyi, fantasztikus, aprólékos megkülönböztetéstől, amely néha úgy lebék jó, hogy teljesen cselekvésképtelen vagy, csak egyszer csak valami úgy kirobbant ebből az intellektuális zónából, és akkor teszed a dolgodat. Na, erre a templom is nagyon jó, sőt, jobb, mint az otthon. Tehát minél sűrűbben azért, hogy otthon is jól tud gyakorolni és ellátni teendőidet és akkor egyensúly alakul ki a templom és az otthon között. Köszönöm szépen, és lenne még egy kérdésem, ha szabad. Többször hallottam a videók, videókban, hogy amikor a mi ezt kérdést feltesszük, akkor, akkor ne ragaszkodjunk a válaszokhoz, mert biztos, hogy nem a helyes választ fogok Azt nem mondtam, kapni. hogy biztos, hogy nem helyes. Olyat tőle nem hallhattál. Nem. Akkor, akkor biztos én, én értettem félre. Ne Tehát, ha jönnek a válaszhoz, meg a... pont, mert jön és megy jön mint és a pára. Nekem és az, 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 rendben van. A... Igen, nekem az a problémám, hogy semmi nem jön. Tehát mihez mi ez kérdésre, tehát mihez kérdés feltétele után semmi nem jön. Nem jön? Nem. És a kérdés még ott van? Igen. Akkor még munka van. Tehát van olyan, hogy szóbeli kérdés, és egy rakás jelenség a válasz. Szóbeli kérdés csak valamilyen gondolata válasz, szóbeli kérdés nincs válasz. És akkor a kérdést kell a szóbeliségtől megszabadítani. És jön akkor a verbalitás nélküli kérdés. Oké? Okay. Értem, köszönöm szépen. De a kérdés ott van. Na, erről beszélnek. jó. Nekem az éneklés közben volt ma egy érdekes és számomra új tapasztalat, amikor a Quancembó szál mantrát énekeltük, akkor a kezemen végigfutott egy hideg, és hát majdnem nem egy ilyen sírhatnékom támad, sőt, majd, hogy nem el is írtam magam. És Ilyenkor nem... engedj nyugodtan. Ez Konszent az együttérzés botiszatvája, az érzelmeidben kezd el rendet tenni ez az energia, és teljesen normális, hogy ez megtörténik. Jó. Köszönöm. Szívesen. Énekeljük minél többet. Egyéb kérdés? Nekem is az éneklésnél volt a, azt hiszem a felajánlás mantrának egy érdekes szövege ütötte meg a, a, a tudatomat, hogy az volt benne, hogy tíz égtáj és hat világ lénye. Világtáj. Ugye hat, igen, tíz világtáj, uh -huh. és hat uh, világ lényei. Mit jelent? Hát a mahaján a világkép szerint van a hat keletkezett világ, és fölötte a négy, ahol már nincs kényszerű élet és halál, és ez a tíz irány. Hat meg négy együtt. Ebből kettőt látunk, ami a hat közepe, az emberit meg az állatit, alatta van a démon és a pokollakó, fölötte a félisten és az isten, és ott van utána egy küszöb. A küszöb alatt, mint a földobott kő, amelyik ugye a gravitáció által mindig visszajön, akármilyen színű és nagyságú a kő, de a keletkezés és megszűnés kereke forog. A hat keletkezett birodalomban nincs menedék ha olyan erővel dobott föl a követ, hogy az földkörüli pályára áll és ott marad, akkor az nem esik vissza a létezés hatféle síkjára. És ezt nem négy külön világként szeretem mondani, ezek tudatállapotok, ezt már tudjátok, hanem négy aspektusként. Tehát nem négy réteg, hanem egy tortának a négy szelete, mert a felső négy az a srávakák, a hallgatók, pratyéka buthák, önerőből megvilágosodottak, Bodhiszatvák a megvilágosodottan visszatérők, és a buthák a megvilágosodottak, akik már nem születnek. Tehát ezt a négyet el kell sajátítanod ahhoz, hogyha meg akarod haladni az élet és halál kényszerküszöbét. Hát kell tudnod önállóan erőt feszíteni, kell tudnod hallgatni és figyelni, kell tudnod másokért világos tudattal önzetlenül cselekedni, és ne ragaszkodj a születés és halál körforgásához kívánom azt, hogy mindannyian ébredjünk föl a legjobb vagy a legrosszabb álmunkból egyaránt, haladjuk meg azt az önmagunkat, akinek éppen hisszük magunkat, és ezáltal építsünk fel egy helyes személyiséget, amely a karmának minden négy osztályában, legyen az egyéni, páros, családi vagy csoportos, helyesen ismeri fel a helyzetet, helyesen teremt kapcsolatot, és helyesen működik, illetve cselekszik minden lény megszabadítására. Köszönöm a figyelmet.